Sziasztok! Ez a Pergamera Hány Szavak csatornája, és a mai videó az októberi összegzés lesz. Véget ért az október is, és hát most már igazán őszi hangulat van, mert kezd elmenni ez a nagy meleg. Úgyhogy én is egy kicsit összesítettem itt a hátteret, és hát ebben a kis őszi hangulatban bemutatnám nektek, hogy miket olvastam októberben. Mondhatjuk azt, hogy elégedett vagyok az októberi teljesítményemmel, lehetett volna jobb, viszont egyáltalán nem számítottam arra, hogy ennyi könyvet el fogok tudni olvasni, mert hogy ebben a hónapban hosszú könyveket terveztem olvasni, és hát így úgy gondoltam, hogy nagyon sok időmet el fogja venni az a néhány hosszú könyv, amit beterveztem, de nem. Egészen sok könyvet mellett el tudtam még pluszban olvasni. Összesen végül 6 könyvet olvastam el ebben a hónapban. Menjünk is körülbelül sorban, hogy mik is voltak ezek a könyvek. A legelső könyv az Ahol a folyamirákok énekelnek című könyv volt. Én ezt uh, hirtelen felindulásból szereztem be, amikor a brilliáns barátnőmet mentem el megvenni a Libribe, akkor láttam meg, és úgy voltam vele, hogy annyian olvassák, kíváncsi vagyok rá, és... Uh, nagyon jó esett az, hogy a Brilliance barátnőm után rögtön olvastam, mert hasonlított nekem a hangulata és az írásmódja ennek a két könyvnek. Úgyhogy emiatt nagyon elvesztem olvasni, de alapvetően a történet nem igazán vett meg magának. Én úgy gondolom, hogy a Krimiszál nélkül is elég jó lett volna ez a könyv, nem azt mondom, hogy izgalmas, de nekem nagyon tetszett ez az egész, ahogyan végigkövethetjük a főszereplőnket, ahogyan felnő család nélkül, szinte a civilizációtól távol, és hogy hogyan létesít kapcsolatot egy-egy emberre, és emellett pedig láthattuk a jövőben a krimiszálat, ami gondoltam, hogy a lányhoz fog kötődni, és hát a végén elég kiszámítható volt, hogy végül is ki a gyilkos, de ahogyan kiderült, az nagyon tetszett. Kája hat évesen egyedül marad, a családja szépen lassan elhagyja őt, és egyedül kell boldogulnia úgy, hogy iskolában nem jár, és hogy igazából még olvasni se tanította meg senki. Ez nagyon-nagyon nehéz az ő életében, és az, ahogyan ezt megpróbálja feldolgozni, ahogy a természetben menekül a tanulásba, és ezekben is mind-mind azt keresi, hogy miért hagyja el egy anya a fiókáját, miért hagyja el egy anya a gyerekét, ez nagyon szívettépő, és nagyon-nagyon élveztem ezeket a részeket, mert nagyon szépen fogta meg ezt a témát az író. Ahogyan ez a hat éves lány megpróbál túlélni, az számomra teljesen hihető volt, nagyon igazinak hatott az, hogy hogyan is próbálja meg a kis információ mozsáiból kialakítani az életet, amivel túlélhet, hogyan próbál ételt szerezni, anélkül, hogy lopna, mert tényleg nem abban gondolkodik, hogy ő most akkor bemegy a boltba és ellop dolgokat, hanem abban gondolkodik, hogy hogyan szerezhetne pénzt, vagy mit tud szerezni, amiért cserébe pénzt kaphat. Mikor megjelenik Tét, nagyon érdekes irányt vesz a történet, és úgy éreztem, hogy ő egy olyan karakter, akiről minél többet szeretnék olvasni, és ez egy darabig így is volt, aztán utána háttérbe szorult, és megjelent egy újabb szereplőnk. Róla nem igazán szeretnék beszélni, mert az már elég előrevetíteni a végkifejletet, de ahogyan Tét a lápi lány szépen lassan bevezeti a civilizációba, ahogyan együtt osztoznak a természet szeretetükben, az nagyon-nagyon jó volt, és egyedül azt csinálom, hogy amikor felnőnek, akkor már egészen másfelé megy el ez a történet. Tehát a történet végére ezt a csendes lápi magányt, ami az egész történet áthatotta, azt nagyon hiányoltam. Befúrakodott a valós élet, a városi élet és a különféle ellenszebbes emberek. De hát el kellett ide érkeznünk, mert a krimiszának össze kellett fonulnia életével, és hát ez a rész már nem igazán tetszett. Egynek jó volt ez a krimi rész, de itt már éreztem, hogy átcsap a történet egy olyan mindennapos krimi sztoriba, amit már olvastam. Az elejénél pedig egyáltalán nem éreztem ezt. Úgyhogy végén négy és fél csillagot adtam rá a krimi rész miatt. Szerintem a krimi nélkül is elveszhető olvasmány lett volna. De így is élveztem, és érdekes történet volt. A hangulatáért, a leírásmódért nagyon is megérte elolvasni ezt a könyvet. Aztán, amikor megnyitott az könyves könyvesbolt, akkor beszaladtam, és hát úgy gondoltam, hogy veszek valamit. Megláttam a Legendes Állatok és Megfigyelésük című könyvet, és arra gondoltam, hogy régóta szeretném beszerezni ezt, a Quidditch évszázadait, és a Bogatbel beséjét, ami már megvan nekem, hogy teljes legyen a sorozat. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy megveszem, mert manapság nem nagyon látom ezt a boltokban, csak az újfajta forgatókönyvet, és én ezt az eredetit szerettem volna elolvasni. Úgyhogy ezt a kiadást vásároltam meg, mert ez volt a boltban, és gyorsan végig is pörgettem ezeket a legendás állatokat, és hát nincsenek túl jó véleménye róla a molyok, úgy láttam. Én öt csillagot adtam neki, mert hát tudtam, hogy mire számít, csak tudtam, hogy ez egy lényegében kézikönyv vagy tankönyv, amiben csak leírások vannak egy-egy állatról, illetve besorolások, hogy mennyire veszélyesek. Szóval semmi másra nem számítottam, de így is izgalmas volt. Nagyon-nagyon tetszett, hogy néhány állatnál voltak képek, és amire nem számítottam, de tök jó volt az az, hogy egy kicsit a varázsló történelemből is kaptunk az elején a könyvnek. A szerző előszavában elmond egy csomó mindent. A bevezetésben nagyon-nagyon sok mindent megtudhatunk ezekről a legendás állatokról, hogy hogyan sorolták be őket, hogy hogyan variálgattak ezen, hogy mindenkinek jó legyen. Úgyhogy ez tök izgalmas volt, és én örülök, hogy elolvastam ezt a könyvet. Már csak egyetlen kívánságom lenne az, hogy az összes lábjegyzetben hivatkozott szakirodalom megjelenjen, és azt mind elolvashassuk, mert mindegyik annyira izgalmasnak tűnik a cím alapján, hogy én szívesen olvasnék még a Varázsló világ történelméről. Ugyanezen eseményen, vásárlásunk után kaptunk egy könyvet, mégpedig mindenki ugyanazt, a Szeres és Hazudj című könyvet, amit már többször is láttam molyon, és hát nem mondom, hogy nagyon felkeltette az érdeklődésem, de úgy voltam vele, hogy ha ingyen kaptam, akkor persze elolvasom. Nagyon nagy véleményem nem lesz erről a könyvről. Annyit tudok mondani, hogy olvastam már rosszabbat is, ez egy szimpla, romantikus, erotikus történet volt, amelynek a lényege az, hogy itt a főszereplő lány eladja a szüzességét azért, hogy az ikertestvérel kezelését, kórházi kezelését fizetni tudja. És akkor természetesen nem egy undorító, öreg csávó veszi meg, hanem egy fiatal, szexi fasi, aki életében először jár ilyen árverésen, de megteheti, mert gazdag természetesen, és akkor hazaviszi magához a lányt, és megpróbálja vele felettetni az előző szerelmi csalódását. A probléma az volt ezzel a könyvvel, és emiatt nem igazán tudom komolyan venni ezt a történetet: hogy ez egy rövid könyv, és semmire nem derült fény a végén. Tehát tudtuk, hogy van egy régi szerelmi csalódás, egy nő, akivel a főszereplő férfi együtt volt, és a végére nem derült ki, hogy most itt mi ez van a titok. Jó, annyi kiderült, hogy házas. Szerintem nem, nem nagyon lövök le semmit ezzel. De hogy alapvetően az, hogy ő miért van ennyire kiakadva erre a nőre, az úgy nem derült ki. A férfi nem vette el ebben a részben a lány szüzességét, pedig nyilvánvalóan minden olvasó arra vár, hogy végre egyesüljenek, mivel hogy közben szerelem szövődik közöttük, vagy nem is tudom, hogy mi és hogy ez sem történt meg, és ez szerintem elég rossz húzás, mert hogyha én végig azért olvasok egy könyvet, hogy aztán lefeküdjenek egymással, és nem fekszenek le, akkor nem biztos, hogy van kedvem a következő részt elolvasni, én személy szerint nem fogom. Szóval úgy érzem, hogy ez nagyon befejezetlen történet volt, így végül két és fél csillagot kapott tőlem. Az ezt követő olvasásom az Outlander 5 második fele volt, amit a könyvmögyképzőtől kaptam. Láthatok róla egy külön videót, amiben értékelem ezt a kötetet, meg így az egészet az első felével együtt. Nem voltam nagyon elégedett, de ez a sokkal izgalmasabb volt, mint az első. És hát, mit mondjak, elolvastam, és most kiderült, hogy valószínűleg az ötödik évad sorozatban már a hatodik könyvből is eléggé erősen merít, szóval semmivel nem vagyok előrébb. De én, én még bizakodom, meglátjuk, hogy folytatom -e ezt a sorozatot. Soha nem gondoltam, hogy azt fogom fontolgatni, hogy befejezzem, de, de most azt fontolgatom, mert ezek nagyon vastag kötetek, és nagyon sok időt elvesznek tőlem, és azt sem akarom, hogy csalódjak a továbbiakban. Úgyhogy, ha érdekel róla a véleményem titeket, akkor megnézhetitek egy külön videóban. Ezt követte még egy képzős olvasásom, a Tüskék és Rózsák udvara. Ugyanabban a videóban beszélek erről a könyvről is, és hát ez Szerintem a legjobb olvasásom volt ebben a hónapban. Az Outlander az négy csillagot kapott tőlem, a Tüskék és Rózsák udvar a négy és felett, így tehát Ahol a folyamirákok énekelnek című könyvvel egyenértékűnek értékeltem, de ez sokkal több boldogságot adott nekem, mint a másik, szóval ez egy picivel izgalmasabb volt. Nagyon különböző a két könyv, nem tudom őket összehasonlítani, de úgy érzem, hogy ez volt a legjobb könyv ebben a hónapban, mert nyilván a legendes lények is ötcsillagos lett, de, de az, az, más, más típusú kötet. Úgyhogy én nagyon örültem ennek az olvasásnak, nagyon örültem, hogy megismertem végre ezt a sorozatot, és nem számítottam arra, hogy ennyire fog tetszeni, és hogy ilyen mély benyomást tesz rám, de nagyon izgultam a szereplőkért, nagyon meg tudott nevetetni, és nekem ennyi elég ahhoz, hogy nagyon jóra értékeljek egy könyvet, és hogy nagyon pozitív legyen róla a véleményem. Bár csillagokban ez nem látszik annyira, mint amennyire én élveztem ezt az olvasást, de csak azért, mert nagyon szeretném a max csillagozást a következő részének adni, hogyha tényleg tudja überelni az első részt. Szóval én nagyon elégedett voltam ezzel a könyvvel, ahhoz képest, amire számítottam, és hát várom, hogy folytathassam ezt a sorozatot, mert most már szeretném tovább folytatni, de majd még beszélek róla nektek, hogyha megszereztem a többi részt is. Végül pedig elolvastam a legendary ami a karavel következő része, második része, a Kolibri kiadótól kaptam ezt a könyvet, és nem sokára erről is láthattok majd videót, a caravelle együtt fogok róla beszélni. Ez egy várt folytatás volt számomra, nekem már megvan angolul is ez a könyv, de nem volt még érkezésem elolvasni, úgyhogy végül a magyar mellett döntöttem, és azt olvastam el. Szintén egy csodaszép kötetről beszélhetünk, bár nem volt annyira átütő, mint az első rész nekem, főleg azért, mert ebben a részben már nem Scarlett a főszereplő, hanem a másik testvér Tella, és én őt nagyon nem bírom. És hát emiatt egy kicsit rosszabb érzésem volt olvasás során, mint az első résznél. Ettől függetlenül nagyon izgalmas dolgok derültek ki. Ha érdekeltiteket a véleményem erről a könyvről, akkor a Caraval Legendary videómban kifejtem majd nektek. Valószínűleg spoilermentesen, mert nagyon kevesen olvasták még ezt a könyvet nagyon friss, úgyhogy én sem szeretnék semmit lelőni. De már sokan kértétek, hogy beszéljek nektek a Caravalról, úgyhogy most így erről a kettőről együtt fogok majd véleményt alkotni. Ennyi volt tehát az októberi olvasásom, és amit még elkezdtem, az a Mr. E. James-től, amit hát nem fejeztem még be októberben, és nem is siettem vele, mert nem volt tervem, hogy mi legyen a következő olvasásom, úgyhogy nem szerettem volna addig elolvasni azt a könyvet, amíg nincs következő olvasás tervem. Arról a könyvről majd a novemberi összegzésemben fogok nektek beszélni és hát egy elég hosszú kötetről beszélünk, több mint 600 oldalas, de ennyi volt az októberi olvasásom, elég hosszú könyveket olvastam, amint láthattátok, úgyhogy én elégedett vagyok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, Sziasztok!